Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt tehát a háttér, és a háttérben most így december közepe táján már megkezdjük ezeket a kis éves visszatekintő beszélgetéseket. Erről szól majd a mai műsorunk is, melynek első részében dr. Diós Győri Gitta címzetes főjegyző lesz a vendégünk. Szervusz Gitta, köszöntelek! Köszöntelek Gábor, téged is és a kedves tévénézőket is. Ugye a jegyzőirodában sok minden történik, ezeknek bizonyos hatásait az állampolgárok is érzékelik, de az, hogy mennyi minden paragrafussal, bötűvel kell megismerkednetek egy-egy év során, arról talán kevés fogalmuk van, világítsunk rá egy nagyon picit, hogy például ez az esztendő 2018 mi mindent hozott számotokra, hiszen a hivatal felépítése, működése is változott, ez szinte minden évben jönnek olyan változások, amik nektek azért komoly munkát adnak. Mi volt most az ilyen vezér dolog, amire nagyon oda kellett figyelni? Így van, valóban a hivatal szervezetében is átalakulásokra került sor. Tavaly egy évvel ezelőtt, tehát 17 decemberében a hivatal létszáma 90 fő volt, ami január 1-től beépült a hivatal szervezetébe a Ceglédi Intézmények Gazdasági Hivatala, amit a Ducsai Névika vezetett, a CIG. Röviden ennek az volt az indoka, hogy egységesen kezelve a hivatalban jobb helye volt, tehát itt a szakemberek jobban be tudtak épülni ebbe a szervezetbe, ez 11 főt jelentett pluszba, tehát jelenleg most 2018 december 101 kollégám van, illetve ennyi álláshely van, be is van töltve mind. 4 rehabos dolgozik, tehát a 101 főből 4 rehabos, ők is segítik a hivatal munkáját. Jelenleg ugye 5 iroda működik a hivatalban, a pénzügyi iroda, ahova tartozik az adócsoport is, van ugye a beruházási irodánk és közbiztonsági iroda, van a hatósági iroda. A hatósági iroda az, aki a legnagyobb ügyfélforgalmat bonyolítja napi szinten, tehát a hatósági irodához tartoznak a hagyatéki ügyek, az anyakönyvi ügyintézés, a szociális ügyek csoportja, akkor az építésügyek, de ez nem csak Cegléd vonatkozásában, hanem 12 település lát el Cegléd, tehát mint járásszékhely. Hivatal, ezen kívül a kereskedelmi igazgatás, környezetvédelem, tehát sorolhatnám, társasházak törvényes felügyelete, lakcímképzés, közterületelnevezések, és hát a testületi anyagok előterjesztése is részben ide tartozik, szervezési iroda, gondnoksági feladatokat látja el, elsősorban a testületi anyagok előkészítése és a végrehajtása. Ahogy mondtam, ugye az intézmény gazdálkodási iroda is létrejött, ami a volt intézményi gazdálkodási hivatal, ahogy beépült magába a szervezeti egységünkbe, ez a plusz új iroda, tehát 18. január 1-jel elnevezésileg ezzel bővült a hivatal, viszont nem a végleges helyén van még ez az iroda. Ez azt jelenti, hogy 19. január 1-jel változás várható, de ha a testület elfogadja decemberi ülésen, akkor természetesen szívesen tájékoztatlak erről benneteket. Nyilván. Hát egyébként, ugye, ha már új irodáknál tartunk, ugye nem csak szervezetileg lett új iroda, hanem fizikailag is megújultak irodák ebben az esztendőben, azért nyilván ez is munkával járt, nem csak a felújítást végző munkások számára, hanem akik ott dolgoznak, hát egy kis átszervezéssel ezzel-azzal járt ez a dolog. Így van, tehát akár elhelyezésben is voltak átcsoportosítások, kevés a helyünk, ugye a járással közösködünk, hogy így fogalmazzam, és mivel nagy a hivatal létszám, kevés a hely, ezért megpróbáltuk úgy szervezni, hogy egy irodán belüli munkatársak egymás melletti irodába kerüljenek. A költségvetés az keretet ad arra, hogy mit is tudunk költeni a hivatal épületére, hogy az elmúlt időben nem túl sok volt erre költve, de ahogy a kedves tévénézők is láthatják, a díszterem már az elmúlt 2 évben is folyamatosan megújult. Most már ebben az évben a hatalmas nagy 3 csillár és a fali karok is felhelyezésre kerültek, és a festmények is a végleges helyükön csodálhatók meg. Ugye számtalan rendezvény van a díszteremben, ott tartják meg őket. Emellett, ha bejön az állampolgár, az anyakönyvi hivatalba, ahol a hagyatéki ügyintézés is folyik, az is nagyon szép, illetve látványos, hogy végre ők is méltó kinézettel fogadhatják az ideérkezőket. Ez azt jelenti, hogy nem csak a teljes bútorzatot cseréltük le, hanem korszerűsítettük, tehát megkérdeztük az igényeket is, hiszen nagyon fontos, hogy adatvédelemnek érvényesülni kell, a személyes adatok védelmének, ahogy egymás mellett ülnek az ügyfelek, próbáljuk elválasztani egy-egy paravánnal. Nyilván a helység az korlátozott, ami a rendelkezésünkre áll. Én úgy gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja az ügyfeleket is, és megfelel a kollégáink igényének is, és a hatályos jogszabályi elvárásoknak is. Nem mellékes, igen, persze. Igen, és
sem. Sajnos nagyon rossz állapotban vannak a hivatal épületében lévő ablakok. A tavalyi, illetve ebben az évben már felújításra került az első emeleten a hivatali részén az ablakok, tehát kicserélésre kerültek, első emeleten a pénzügyi irodán is, és ez természetesen jövőre költségvetés függvényében ismét tovább folytatódik. Így van, második emeleti folyosó, ott is az irodák, akkor csatornázásra is került sor, jövőben pedig a két nagy bejárati kaput szeretnénk lecserélni, és hát számtalan apróbb kis felújítás vár még a hivatalra. Elektromos rendszerünk is elavult, nem nagyon bírja már el ezt a rendszert, tehát az informatikai részt. Ezen kívül ugye utaltál arra, hogy nem csak a hivatal változott meg, hanem új jogszabályok is vannak. Valóban, amit kicsit meg is keserítik az életünket, hiszen a napi feladatok mellett ugye ezek plusz dolgokat rőnek akár az ügyintézőkre. Több kötetni anyagra. Így van, adatvédelem, ez a GDPR, a személyes adatokra vonatkozik, akkor ez az ASP, ez egy központi informatikai rendszer, ami a hivatalba több szakigazgatási rendszeren keresztül húzódik, tehát ezekbe kell fölvezetni az adatokat, ez nem csak az iparkereskedelmi tevékenységeket érinti, magát az egész iktató rendszert, akkor a hagyatéki rendszer ebbe található, a vagyonkataszter, a költségvetésnek a berögzítése, és hát maga ugye az adó ügyek is. Természetesen elektronikus ügyintézés még szélesebb körbe bevezetésre került. Én arra kérem a kedves tévénézőket, hogy tájékozódjanak a honlapon. Ott fönn vannak, hogy melyek azok, amelyek elektronikusan benyújtható nyomtatványok, és mely területeken, tehát hatósági osztály, adóigazgatás, stb. Én arra kérem a kedves tévénézőket, hogy nyissák meg a honlapot, és ott teljes körű tájékoztatást találnak erről. Igen, igen. Minden családban van valaki, aki ért hozzá biztos. Tehát, hogyha esetleg idősebbeknél nincsen... A vállalkozásoknak már gyakorlatilag kötelező. Nekik meg már kötelező, igen, igen. Tél van, a téli rezsicsökkentésről már nyáron is sokat lehetett hallani. Hol tartunk most ezzel a dologgal? Ki mire számíthat ebben a kérdésben? Ugye Ceglédre is kiterjesztették azt a kormányhatározatot, amiben háztartások részesülhetnek egyéb tüzelő anyagban, akik nem gázzal fűtenek. Uh-huh. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egyszeri támogatás természetben 12 000 forint mindenkire háztartásonként. Beadták az igényeket, a hivatal kezeli ezt, a katasztrófavédelem fölülvizsgálta tulajdonképpen, hogy megfelelően nyilatkoznak-e, ugye, hogy egy háztartásba egy ember veheti igénybe, valaki igényelte már. Cegléd vonatkozásában 1058 háztartás az, aki jogosult bármilyen fajta tüzelőanyag igénylésére. Még egyszer mondom, ez természetben történik. Igen, ez közel 12 millió forint, sőt azt meg is haladja. Megkaptuk a belügyminisztériumtól a támogató okiratot, hiszen az önkormányzata jogosult. Ám szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy az önkormányzat nem szállítja ki a tüzelőanyagot, tehát a támogató okiratban benne van, hogy aki tulajdonképpen a jogosult, az igénylő, neki kell erről gondoskodnia. A tüzelőanyag fajtája nem csak fa lehet természetesen, hanem briket, pellet, fűtőolaj, tartályos gáz. Hát attól függ, hogy milyen fűtőeszköze így van otthon. Így van, és ez tulajdonképpen úgy történik, hogyha megérkezett, ahogy említettem, a támogatói szerződés, megérkezik rá a pénz is az államtól. Ezután kiküldjük az árajánlatokat, illetve ezek folyamatban vannak a Cegléd területén lévő tüzépekhez, egyéb olyan szolgáltatókhoz, vállalkozásokhoz, amelyek tudják biztosítani valamely tüzelőanyagot az önkormányzatok részére. Ezt követően aláírjuk velük a szerződéseket. Majd a hivatal szociális csoportja, ahova már az igénylők egyébként is befáradtak, ők fognak tulajdonképpen egy papírt kitöltetni az igénylőkkel, egy igazolást, ami birtokában, ha megkapják az igazolást, elmehetnek az adott vállalkozástól, és akivel mi szerződést kötöttünk, csak és kizárólag attól igényelhetik a 12 000 forintnak megfelelő tüzelőanyagot. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét, hogy ez nem fog karácsonyig lezajlani, tehát még a pénz az államtól nincs itt nálunk. 2019. december 15-ig kell az önkormányzatnak biztosítani a lakosság részére a tüzelőanyagok szolgáltatását, de még egyszer mondom, maga a kiszállítás mindenképpen az igényben vevőnek a kötelezettsége. Igen, igen. Vészesen fogy a műsoridőnk. Beszéljünk még arról, hogy adóemelés alapvetőleg nincsen, de... Így van. De, vagy mégis, hát ugyanazok az adónemek, igen, vannak, igen, ugyanazok az adómértékek, de az építményadónál egy új adótáj bevezetésre került, ez a reklámfelületek megadóztatása. Tehát ezek a nagy hirdető felületekre gondolok, az adó alapja négyzetméterbe kerül meghatározásra, magát a felületet. Ezek lenni, ugye, így van, így van, általában ez nagy cégek, nagy multiknak a tulajdonában van, és nem a földterület
tulajdonosát adóztatjuk, hanem magát a reklámfelületnek a tulajdonosát. Ez igazságosabbnak tűnik. Így van, ennek a mértéke évi 12 000 forint per négyzetméter, és a 20 000 forintnál kisebb összeget fizetők mentesülnek az adó alól, így döntött a testület, és ez 2019. január 1-től kerül bevezetésre. Fú, hát biztos, hogy tudnánk még beszélgetni sok mindenről. Ennyi fért most ebben a műsorba. Vártok nagyobb változásokat egyébként 2019-től, vagy legalábbis várható, hogy lesznek komolyabb jogszabályi változások? Ezt így nehéz megjövendölni, de tudjuk, hogy a kormány előtt van, illetve már a parlament előtt van több olyan döntés, ami befolyásolhatja, így van, az önkormányzatok, a hivatalok mindennapi dolgait, nagy jogszabályi változásokról nem tudunk, ami a lakosságot mindenképpen érinteni fogja, és ha megjelenik a magyar közlönyben, akkor ez a kutakkal való szabályozás rengetegen, tehát napi komolyan mondhatom, hogy legalább 100-120 ember jön kutakkal kapcsolatba érdeklődni, tehát most azt tudom mondani, hogy nincs elfogadva, de azt, hogy bejelentsék, hogy kutuk van, vagy azt módosítani akarják, vagy visszavonni, vagy fennmaradási engedélyt kérni rá, az országgyűlésnek az az elképzelése, hogy 2020. december 31-ig kitolja azt az időszakot, amikor szankció, azaz büntetés nélkül még be lehet jelenteni a hivatalokhoz. Egyéb eljárási jogszabályok várhatóan 19 tavaszára kerülnek a köznyilvánosságra, akkor tudok erről részletes tájékoztatást adni. Hát egy sűrű egy 10 perc volt, akárhogy is nézzük, mint hogy sűrű volt ez a 2018-as esztendő is a számotokra, úgyhogy hát sok erőt kívánok a 2019. évhez, és hát hogyha van egy kis idő, akkor pihenjetek, nagyon szép ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen, és hagyj ragadjél meg az alkalmat, hogy Cegléd-város lakosságának és nektek is áldott, boldog karácsonyt kívánjak. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.